A labdarúgás és a Fradi szeretete nem vész ki az emberből. A Ferencváros öreg fiúk labdarúgó csapatában korábbi profi játékosaink hétről hétre megmutatják, hogy a technikai tudásuk nem kopott meg, és továbbra is remekül látnak a pályán. A Ferencváros címvédőként a 2017-2018-as idényben is a tabella élén áll. Az öreg fiúk bajnokság mindemellett szabadidős elfoglaltság, így az Újpest elleni presztízs rangadó előtt a Fradi korábbi gólvágóját, az öreg fiúk csapatot összefogott Zúriák Józsefet először arról kérdeztük, hogyan áll össze egy-egy bajnokira az együttes. Sokszor nehezen, hát a délelőttök azzal telnek nekem is, meg a Bánki Dóninak is, hogy telefonáljuk körbe a játékosokat, hogy ki az, akinek közbe jött valami, vagy megsérült éppen, vagy nem tud jönni. De azért mindig összejövünk, azért az 13-14 ember azért mindig megvan. Mennyire gyakran tudsz eljönni a meccsekre? Ebben az évben picit kevesebbet tudtam, mert pont így a prolicenszes edzőképzés nagyon sokszor ez a hétfőket szerdába belecsúszott, úgyhogy egy pár hétfőm kimaradt, de amikor tudok, akkor itt vagyok. Watch me! I got it! Mekkora a merítési kör? Hát az igazolt játékosai szám az elég magas, de az majdnem 30 is talán, de sokan már vidéken dolgoznak, meg nem tudnak feljárni. Rengeteg sérültünk van sajnos. Palási Norbi, a csatárunk, az térszalagszakadást szenvedett. Valószínűleg a Lászka Balázs is térszalagszakadást, Dragonera az ujját törte. Úgyhogy vannak gondjaink, de hát aki a pályán van, az mindig szívét, lelkét kiteszi, és így azért ott tudunk lenni az élet. Sometimes I feel so nice. I wanna try myself a few. I got soul. Hogy készülsz egy ilyen meccsre? Nem mondom úgy, mint régebben. Fejben meg vagyok igazából. De hát nap végén most tartottam edzést a srácoknak, az U19-nek, úgyhogy most végeztem. Vittem egy almafröccsöt, hogy odafigyelek ilyenkor már a folyadékbevitelre, normálisat ebédelek az étkezésre, úgyhogy ilyenkor nem mondom, hogy beessünk, de örülünk, hogyha mindenki el tud jönni. Újpesten már mindig egy különleges élmény játszani, bármilyen korosztályról beszélünk. Hajrá, Fradi, mindent bele! Mint egy igazi bajnoki mérkőzés előtt fél órával találkozunk, most ez a poén része. Gyorsan átbeszéljük a heti történéseket, kivel mi történt, illetve hétvégén, akik elmentünk, ugye képviseltük a Ferencváros, hogy mi mit csináltunk, azt átöltözünk és jövünk ki, és nyerni akarunk. Az általában hétfőn rendezett bajnoki meccsek mellett az öreg fiúk hétvégén rendszeresen pályára lépnek vidéki gála mérkőzéseken is. Nagyon szeretettel várnak mindenhol bennünket. Tényleg odaadással mindent elkövetnek, hogy jól érezzük magunkat, és általában jól is érezzük magunkat, hisz nagyon jó csapattal megyünk, több generációs csapattal megyünk, akik képviselik ugye a Ferencvárost, és ott is nyerni akarunk. A győzelmi vágy természetesen az Újpest elleni derbi előtt sem hiányzott. Amikor viszont összehasonlítjuk az öreg fiúk meccseket a profi bajnokikkal, kissé eltérő válaszokat kapunk. Mennyire más ezek a bajnoki meccsek, mint amit régen még profiként vívtatok? Hát ez ugyanaz, csak egy kicsit lassabb kivitelben. Mindenki ugyanúgy megy, mindenki nyerni akar. Teljesen más. Tehát ez itt azért jövünk össze, hogy szeretjük a Ferencváros, szeretjük egymást, szeretünk együtt lenni, jól érezzük magunkat, és hát mindenkinek a kódoló van a vérébe, aki Fradiba játszott, hogy ha kimegy a pályára, akkor a címeres mezbe oda teszi magát, és ott nem kérdés, hogy a hozzáállással nem lesz gond. Ugyanaz, ha lehet mondani, nem szeretünk kikapni, az elején még úgy, ahogy bemelegettünk, ott mindenki már csak arra megy, hogy nyerjünk, és ez így lesz most is. Úgyhogy mindenki tűnhön kotja ki majd egy helyzet, hogyha nem sikerül egy jó átvétel, de biztatjuk egymást, és remélem, hogy elég lesz a győzelemhez. A Fradi öreg fiúk lelke szurkolói gólzáporos meccset láthattak. Lisztes Krisztián kétszer, Bukcsó Norbert, Bojan Lazis és Lengyel Béla egyszer talált be, az FTC pedig 5-4-re legyőzte az ősi riválist. Legközelebb május 28-án hétfőn 19 órakor a Budafok ellen vív bajnoki meccset a Fradi öreg fiúk. Jó! Szevasz, Rolikám! Mit csinálsz? Szevasz, tesó! Nem akarok lemaradni semmiről.